Az ország fáradt, az ország sok tekintetben fölélte, elhasználta energiáit azokban a hasztalan és hiába való háborúzásokban, amelyeket a kormányfő rákényszerített. Az ország mindeközben nem barátokat, szövetségeseket talált, hanem kritikusok sorát a világban, és az ország azt gondolom, hogy változásért kiállt. A változás a mi álláspontunk szerint, és ebben nyilván nem okozok meglepetést senkinek, valójában egyetlen egy irányba mehet. Abba, hogy az ország béküljön meg saját történelmi sorsával, európaiságával, szabad polgári életének lehetőségével, azzal, hogy beemel minden polgárt a nemzetbe, a hazába, és nem egyeseké, konzervatívoké, jobboldaliké, bárkiké az ország, hanem valamennyi magyaré. Ehhez újra kell teremteni Magyarországot, és ahhoz, hogy ezt újra teremtsük, a ma regnáló hatalmon kívül egy megbízható, világos erő van, amelyet ma a szociáldemokraták, a zöldek szövetség jelent, és nyilván amellett érvelünk, hogy önök is erre a szövetségre, ennek a szövetségnek a jelöltjére szavazzanak, na mikor? Június 9-én.